Ezek a felvételek a 2021-es szeptemberi Városnapja rendezvény felvonulásán készültek. Idén is lesz Makson Városnapja, azonban a vírushelyzet levonultával visszatérnek a szervezők a nyár eleji időpontra. Sajnos volt egy év a koronavírus járvány miatt, amikor nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt, de reményeink szerint idén már erre sor tudunk keríteni, Előzetes terveink szerint 2022. május 21-én kerül megrendezésre. A városnapja rendezvény. Az atomtéren péntek délután a helyi vagy helyi kötődésű zenekarok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, majd szombaton az előző évek tematikáját követve felvonulással kezdődik a nap, de lesz halászlifőző verseny is. Mindkettőre külön-külön kell jelentkezni a résztvevőknek. A színpadon fellépők sora szórakoztatja majd a nagy értemőt művészeti egyesületek, amatőr zenekarok, művészeti csoportok, civil szervezetek és akár cégek is bemutatkozhatnak az általuk igényelt sátrakban, helyszíneken úgyhogy erre is lehetőség adódik majd a szombati napon. A csoportok, melyek 20 perces fellépő időt kapnak idén is a színpadon, április 8-áig adhatják le jelentkezésüket. A paks.hu honlapon minden információ megtalálható a város napjával kapcsolatban, mondta a sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester, mint ahogy azt is, hogy a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában felállított nagy színpadon meglepetés fellépőre, azaz halott pénzkoncertre számít hatnak az ünneplők